Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A mai részben egy toplistát fogok nektek bemutatni, amit a barátaimmal és a családommal közösen készítettünk el, mert ugye hát mindenkinek kicsit másabb az érdeklődési köre, van, aki a könnyedebb játékokat kedveli, van, aki az összetettebbeket, van, aki a kooperatívakat. Nem lehet azt elmondani egy játékról, hogy ez most annyira szuper, ez most mindenkinek nagyon fog tetszeni, mert hát ugye mindenkinek más az érdeklődési köre. Mindenki elmondta a játékokról a személyes véleményét, megpróbálta sorba rakni őket, hogy neki melyik tetszett jobban, melyik most kevésbé, és ez alapján elkészült ez a lista, és most ezt szeretném veletek megosztani. Tudni kell, hogy mi minden szilveszterkor összeülünk a barátokkal és a családdal társashozni, ez idén sem volt másképp. December 31-én már kora délután elkezdtünk játszani, és egészen másnap hajnalig nyomtuk. Ebben a 9 játékban volt egészen könnyed parti játéktól, egészen a kooperatív több órás játékig minden. Igyekeztem, hogy mindenkinek legyen a kedvére való játék. Pár nappal szilveszter után megkértem a barátokat, hogy értékeljék a játékokat, hogy ezen a napon melyik volt, ami jobban tetszett nekik, melyik, amit kevésbé, így már volt idejük egy kicsit átgondolni a dolgokat. Egy teljesen szubjektív lista. Arra voltam kíváncsi, hogy ezen az adott napon, szilveszterkor, ez a 9 játék közül melyik volt az, amelyik jobban tetszett nekik, melyik, ami kevésbé. És így alakult ki ez a lista. Tehát elmondom akkor a 9 játék eredményét, az utolsótól kezdek, és mindegyik mellé mondok pár véleményt, amit a többiek fogalmaztak meg. Itt már egyből lesz egy kis érdekesség, mert a 7. helyen holtverseny van, úgyhogy nem 9-től, hanem 8-tól fogunk indulni. Tehát 8. helyezett a Cica Pizza Takó Gida sajt lett. Petra gondolata a játékról. Már sokat játszottam vele, és most a többi játék sokkal érdekesebb volt. Ildi gondolata a játékról. Szerintem a többi parti játék sokkal kimagaslóbb volt a mai napon. 7. helyen az Unmatched és az Igen végzett. Az Unmatched-del nem játszott mindenki, így nem pontos a végeredmény. Alapvetően, aki játszott, annak tetszett, de túl sokan voltunk, így nem lehetett kivitelezni ezt a dolgot. Hát az Igen, azt nem jókor vettük sajnos elő, mert már mindenkiben buzgott az euróvér, és sajnos nem beszélgetős játék lett belőle, hanem komoly taktikázás. Így sajnos ezért végzett szerintem a 7. helyen. A 6. helyezett lett a Kozmosz művek. Szó gondolat a Kozmosz művekről. 1 perc alatt galaxist építeni nem egyszerű feladat. Figyelni a színekre és még az aszteroidákra is. A szomszéd játékába is szépen bele lehet nyúlni a draftolásnál. Csaba gondolata. Csabának nem tetszett, hogy a zsákban túl zsúfoltság miatt egyáltalán nem keveredtek a lapkák, így ő túl nagy szerencsefaktort érzett a játékban. Addig helyezett a szócsapdák. Itt 2 csapatban mérkőztünk meg egy izgalmas küzdelemben a fiúk a lányok ellen. 1. játék a babszüret lett. Itt ezt mindenki nagyon élvezte, mert mindenki szeret kereskedni, alkudozni és gyűjtögetni. Jocó gondolata, vidám egyszerű játék, babot termesztünk, kereskedünk és szüretelünk. 3. helyzet a Nyugati Királyság építőmesteré lett. Ezt tudni kell, hogy még többen voltak a csapatban, akik nem játszottak vele, így még azért egy kis tanulófázist is bele kellett tenni, így azért jóval hosszabbra sikeredett a játékidő. Elég sok minden van a játékban. Sok mindent lehet benne csinálni, sok az ikon is, ezért jól elhúzódott a játék, főleg az újak számára, akik még nem ismerték. Jó gondolata. Összetett stratégia, alapjáték, kötelező darab. Nincs 2 egyforma játék, ami egyszer működött, nem biztos, hogy megint fog. Lehelyezős, építkezős, van benne interakció. Van lehetőséged, hogy a bűn útjára lépj, és fekete piachoz, vagy éppen teljesen erkölcsös legyél, mindkettő stratégia működhet. Ildi gondolata játékról. Most túl hosszúnak érezte a játékot, lehet egy másik alkalommal jobban átjött volna a feeling, úgy véli ebben a hosszúságban jobb lett volna egy masterra formálása. 2. helyezett a kaméleon volt, hát szilveszterkor most ez volt a parti játékok csúcsa nálunk. Petra gondolata játékról. Ha te vagy a kaméleon, akkor a többiek
szavából kell kitalálni a szót. Ez nagyon jól ment, hiszen sose tudtuk kitalálni, amikor ő volt a kaméleon. Gondolat a játékról, kaméleon egyenlő pókerarc. Ildi gondolata a játékról, a játékok közül nekem a kaméleon az első, mert nagyon vicces, gondolkodós, jó kis parti játék. Első helyezett a szilveszteri játékainkból, a holtak tele. A gondolata a játékról. Érdekessé tett a játékot, hogy volt valaki a csapatban, akinek más céljai voltak. És mivel ügyesen leplezte, illetve más játékosok hibáztak, ami őket gyanúsá tette, így fordulatos játékban vehettünk részt. Jocó gondolata a játékról. Szintén alapjáték, kötelező darab, kooperatív stratégia, pici csavarral, az áruló miatt. Egyszerűnek tűnő játékmenet, de nem teljesen. Agyalás, hogy hogyan lesz már a következő feladat, ki lehet az áruló, és a saját céljaira is figyelnie kell mindenkinek. Eddig gondolatai a játékról. Hosszú, gondolkodós játék, jól kell együtt dolgozni, de mellette figyelni kell a saját célra is, hogy vajon ki lehet az áruló. Ami nagyon izgalmasá teszi a játékot. Ildinek a grafikailag is nagyon tetszett a játék. Ez lett volna a szilveszteri toplista. Szerencsére mindenki jól érezte magát, élvezte a játékokat. Jövőre ugyanitt találkozunk, és meglátjuk, hogy akkor kinek mi fog jobban tetszeni. Sziasztok!